Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, a mai szentmisét az évközi idő kezdetén a Hozsanna énekeskönyv 222-es énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az évközi idő kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő testvéreimet itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és otthonaitokban, akik az Apostol TV közvetítésével velünk vagytok, velünk imádkoztok. Kapcsolódjunk be ebbe a szentmisébe, amit az adakozó kérése és szándéka szerint Milanese Rohonci család betegeiért és gyógyulásukért ajánljuk föl, és hálaadásként az eddigi kegyelmekért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd jóságosan hozzád esdeklő néped imáját, hadd, hogy felismerjük, mit kell tennünk, és adj erőt, hogy megismert kötelességeinket teljesítsük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szentlecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a proféták szavával.
Most a végső napokban fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten? Fiam vagy te, ma szültelek téged, vagy pedig én atya leszek, ő meg az én fiam. Sőt, egykor egy szülöttje itt bevezeti a világba, így szól leborulva, imádja őt Isten, minden angyala. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment és hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, az évközi idő kezdetén nyilvánvalóan az evangéliumi eseményekből azokat a történéseket idézzük, amelyek Jézus nyilvános működésének első lépései voltak. Legfőképpen a tartalom meghirdetése, vagyis hogy elérkezett, betelt az idő és elérkezett az Isten országa. Majd pedig az apostolok kiválasztása, a foglalkozásszerűen halász apostolokat az Úr Jézus ember halászokká tette, vagyis arra hívta meg őket, hogy mint az ő közössége, akik majd átveszik tőle az evangélium jó hírét, húzkolkodjanak az emberek körében, és adják tovább az evangéliumot. Nagyon fontos ez a láncolat. Eljön az Isten fia, kinyilatkoztatást ad, hiszen az ő szava kinyilatkoztatás,
az új szövetség meghirdetése és annak törvénye, és mindezt tovább adja apostolainak, és természetesen majd aztán az emberhalászathoz hozzá kapcsolódik az a cselekmény is, amellyel az emberek a hálóba belépnek, az egyház hálójába, vagyis a keresztségnek a kiszolgáltatása. Fontos ez a hierarchikus láncolat. Elsősorban nem az intézményt kell látni ebben, hanem az Isten közeledését. Ez nem társadalomtudományi kérdés, hogy hogyan épül fel az egyház, a fő, a tagok, a megbízottak, a meghívottak, a közösség tagjai és az annak vezetői. Ez hitbeli kérdés. Ez azt jelenti, hogy Isten belép a világba, és ő hívja meg az embert. És akik engedelmeskednek Jézusnak, azok Isten hívásának engedelmeskednek. Az egy további lépés az emberi természetünkből adódóan, hogy a közösségnek aztán lesz valamilyen szervezete, felépítése, és lesznek törvényei az együttélésnek és a közös hit megélésének, megvallásának szabályai, vagy aztán röviden összefoglalja a hívő közösség a hitének a tartalmát, amit hitvallásnak mondunk. De most a kezdeteknél járunk, és a mai evangélium ide vezet el minket, hogy lássuk Isten szándékait. És ne felejtsük el, hogy az Anya Szent Egyházban is mindig Isten akaratát, jelenlétét kell felfedeznünk. Ezért olyan fontos az, hogy igazodjunk Isten szándékaihoz, igazodjunk ahhoz az akarathoz, hogy az általa kiválasztott személyek képviseletében mondja el az ő akaratát, és természetesen megmarad az ember szabadsága, de éppen azért vagyunk közösség, hogy ne egyéni elképzeléseink szerint éljük meg ezt a közös hitet, melynek a foglalata az, hogy elközelgett az Isten országa. Mert akkor mindenki a saját értelmezése szerint lenne keresztény ember, és ezt nem is lehetne mondani. Ha valaki a maga értelmezése szerint keresztény, akkor nem keresztény, mert akkor az az önmagáról kell elneveznie a vallását, ha csak azt követi, amit ő elképzel. Keresztény az, aki megismeri Krisztus tanítását, és aki követi azt, Jézus Krisztushoz igazodik, illetve az egyház törvényeihez. A minap valaki szóvá tette, már sokszor emlegetett, hát fájdalmas hiányt a bűnbánati imában, hogy nem mondjuk ki a szűzanya nevénél, hogy mindenkor szeplőtelen Szűz Mária. Tehát attól még a lényeget mondjuk, és ezt nem én találtam ki, hogy ez a mise szövege, hát ezt az egy Anya Szent Egyháznak a legfősebb hatósága hagyja jóvá és teszi közzé, hogy az egyetemes egyházban mi a szövege a római liturgiának. Tehát ilyen értelemben nem a hívő közösség tagjait döntik el, hogy mi legyen a mise szövege például, ezt csak úgy példaként említem. Valóban ahhoz kell igazodni, ami a közösségnek az útmutatása. Mellesleg a szűz kifejezésben benne van a szeplőtelenség, tehát ez végül is két egymást erősítő fogalom. Azt meg végképp nem a plébános dönti el, hogy mit mondjon a misében. Hát, ha valakinek panasza van, az menjen a felelős személyekhez. De a hivatalban sem
hivatalos ügyeket, hát nem a portástól szoktuk megoldani, vagy a portással akarjuk megoldatni. Hát, ha valaki szeretne javaslatot tenni a közösségben, akkor az nyilván forduljon a felelős személyhez, aki nem egy adott helyi plébános, hanem például magasabb szinten a törvényhozó. Ezt csak azért mondom, hogy ilyen gyakorlati következtetésekhez is jutunk a mai evangélium nyomán, vagyis hogy Jézus Krisztusnak kell engedelmeskednünk. Az ő ügyét kell szolgálnunk. Nem a javaslatokkal kell a követését igazolnunk, hanem a hit megismerésével. Ezt is mindig hangsúlyozom, hogy fontos a hitünk tanítását megismerni. Csak akkor tudunk eligazodni a hit dolgaiban, csak akkor értjük meg jól a Szentírás üzenetét, csak akkor tudunk hiteles keresztények lenni Jézus Krisztus szándéka szerint, ha tudjuk, hogy ő mit akar, hogy ő kicsoda. Tanulni kell, tehát ezt most az évközi idő kezdetén ismét hangsúlyozom, hogy nem csak érzelmileg vagyunk keresztények, hanem öntudatos, megismert hitünk által, mert éppen erre gondoltunk most a tegnapi ünnepünkön is, az Úr megkeresztelkedésének napján, hogy a keresztség által mi a közösség hitében osztozunk, és a közösség hite által részesülhettünk a keresztségben, és ne felejtsük el, ha már a sorrendet előbb említettem, hogy előbb van a tanulás, a katekumenátus, a hit igazságainak megismerése, és azután jön a döntés, hogy valaki keresztény akar lenni, krisztusi életet akar élni. Ha nem tudja, hogy mi a krisztusi élet, akkor arra nem tud vállalkozni. Tehát nem érzelmi kérdés a hitünk megélése, hanem hitbeli tudásnak, elköteleződésnek, öntudatnak a kérdése. Ez a hangsúlyos, nem az érzelmi külsőség. Most tehát erre kaptunk útmutatást a mai ige liturgia kapcsán, és csatlakozunk a mi Urunkhoz, aki előtt az angyalok is leborulnak, mi is leborulunk az Úr előtt alázattal. Kérjük, hogy tanítson, pásztorai által vezessen, és engedje, hogy most ebben az új esztendőben is egyre jobban elmélyüljön a hitbeli tudásunk által a hitünk, és megerősödjön az akaratunk az ő követésére. Amen. Testvéreim, Isten az üdvösségre megtestesült Szent Fia által hív minket, hívásának kegyelmét kérjük most közös imával. Fordítsd, Urunk, szívünket, hogy szeressük üdvözítő akaratodat. Kérünk, igen, hallgass minket. Üzd el lelkünkből a közömbösséget. Kérünk, igen, hallgass minket. Érítsd meg lelkünket, hogy készségesen kövessük Szent Fiat hívó szavát. Kérünk téged, hallgass minket. Engedd, hogy megérezzük országod közelségét. Kérünk téged, hallgass minket. Add, hogy beteljesedjen rajtunk üdvözítő szándékod. Kérünk téged, hallgass minket. Adj gyógyulást a Milanese Rohonci család betegeinek, és fogad tetszéssel hálaadásukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, Szent Fiadban megadtad az üdvösség útját és reményét. Kérünk, vonz minket kegyelmeddel, hogy ne csak a felismerésig, hanem a tiszta szándékú akarásig is eljuthassunk, Krisztus, ami Urunk által.
Amen. A 222-es ének felajánlási verszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Istenünk, legyen kedves előtted néped adománya, hogy ennek erejéből megszentelődjünk, és megkapjuk azt, amit hittel kérünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláludat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közünk mindenkor. Isten, már anya, te elvezet a világ üreit, hírbajhoz nekünk. Isten, már anya, te elvezet a világ üreit.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szentáldozás közben a 139-es és 140-es éneket énekeljük, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy hétköznaponként két szín alatti áldoztatás van, és a nyelvünkre áldozunk. Most pedig testvéreim, a lelki áldozás imájával gondolunk azokra, akik otthonaikban ünnepelnek velünk, ima közösségben. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Kérve kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket mennyei eledellel táplálsz, tetszésed szerint éljünk, és méltóképpen szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, az Úr napját követő nap, vagyis a vasárnapot követő hétfő, ami a hívő időszámításunk és naptárunk szerint a hét második napja, mert első a vasárnap, avval kezdődik a hét. A második nap a Szentléleknek a napja, hiszen a magyar nyelvünk is érzékelteti azt, hogy ekkor kezdődik a munkahét, ennek a fő napja, kezdő napja a hétfő. De a munkánkra mindig a Szentlélek megerősítő áldását kérjük, a mai napon pedig kiváltképpen az évközi időnek a megkezdésével ugyancsak kérjük a Szentlélek további segítségét, ezért énekeljük majd a 259-es ének első és második versszakát a Szent Mise végén. Most pedig jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire a Jóisten bőséges áldását kérem. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj.